Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Szándékos gyújtogatás. Vizsgálják a hatóságok, mi okozta a paksi halálos lakástüzet. Újabb drágulás az építőiparban. Akár 15%-kal is többbe kerülhet egy építkezés, mint tavaly. Autizmus világnapja. Szakemberek szerint nincs felkészülve az oktatási rendszer a másság kezelésére. Egy jó ügyért megmozdult Paks. Közel 10 tonnányi szemetet gyűjtöttek. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az idei első 4 hónapban annyi lakástűz történt Tolna megyében, mint tavaly fél év alatt. A katasztrófa védelem tapasztalatai szerint a legtöbbször a konyhában csapnak fel a lángok, de az elektromos berendezések is gyakran okoznak tüzet. Tavaly a megyében 134 ház égett ki, közülük 2 esetben bizonyosodott be a szándékosság gyanúja. A hatóságok egyelőre vizsgálják, hogy a hétvégén mitől kapott lángra az a ház, amiben az ingatlan tulajdonosának holttestére bukkantak. Úgy tudjuk, bűncselekmény nem történt. Miként híradónk is beszámolt róla, kigyulladt egy családi ház vasárnap hajnalban Pakson, a Dunakömlődi utcában. A házban egy 60 év körüli férfi élt egyedül, úgy tudjuk, áldatlan állapotok között. A tűzoltók az ő holttestét találták meg a kiégett ingatlanban. Azt egyenlőre nem tudni, hogy a férfi megpróbálta kimenekülni az égő épületből. A hatóság számára nem volt ismeretlen a tolószékes férfi, mindenféle ürüggyel kihívta a tűzoltókat. A szomszédok szerint sokszor csinált téves riasztást. Előfordult, hogy azzal hívta ki a tűzoltókat, hogy meteorit csapott a házba. A hatóságok egyelőre vizsgálják, hogy a mostani végzetes tüzet mi okozta, továbbá a rendőrség közigazgatási hatósági eljárást indított. Ilyenre akkor kerül sor, ha nem teljesen tisztázott a halál körülménye, mondja Komlósiné Kis Anett szóvívő. Azokban az esetekben indítanak, amikor úgynevezett rendkívüli halál következik be. Tehát valaki közterületen veszíti életét és megállapítást nyer, hogy nem feltétlenül valamilyen betegségből adódóan, tehát szívinfarktusból vagy agyvérzésből adódóan veszítette életét. Vagy olyan esetekben, amikor valaki öngyilkossági szándékkal kiugrik egy háznak a felső emeletéről, vagy akár az első emeletéről, vagy önakasztást hajt végre, illetve olyankor, amikor ismeretlen holttestet találnak a Dunában, vagy valamilyen közterületen. Tavaly egész évben 134 lakástűz történt Tolna megyében. Ezek közül 2 esetben derült ki, hogy a lakó szándékosan okozta a tüzet. Ezt már Boros Brigitta, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője mondja. A hatóság a szándékosságot tűzvizsgálati eljárás során vizsgálja. Ilyet azonban csak akkor indítanak, ha a tűz miatt valaki meghal, vagy ha a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel, vagy ha azt a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja. Tolna megyében egyébként az idei első 4 hónapban jóval több lakást égett ki, mint 2018 azonos időszakában, hiszen már most annyi eset történt, mint tavaly 6 hónap alatt. Mindez idáig a számuk 64, tehát a mai napig. Összességében elmondható, hogy a tűzeseteknek nagyjából a 20%-a az, ami lakóépületben keletkezik. A vezető ok még mindig a konyhában keletkezett tüzek, illetve az elektromos berendezések tüzei. A szóvívő azt mondja, égő cigaretta miatt kevesebb lakás égett ki az elmúlt időszakban, mint korábban, de még mindig dobogós helyen áll a tűz keletkezési okai között. Régen látott mértékű drágulás jön a benzinkutakon. Szerdától a MOL 9 forinttal emeli a 95-ös benzin és 5 forinttal a gázolaj literenkénti árát. Az emeléssel a benzin átlagára 386 forintra, míg a dízelé 394 forintra nő. Mindkét üzemanyagfajta ára legutóbb pénteken változott. Akkor a benzin literéért 6 forinttal, míg a gázolajért 2 forinttal kértek többet a töltőállomásokon. Akár 15%-kal is drágulhatnak idén az építkezések, ami leginkább az ágazatra jellemző nagymértékű béremeléseknek tudható be. Van olyan cég, ahol másfélszeresére nőttek az elmúlt években a fizetések, ám még így is munkaerőhiánnyal küzdenek. Az iparkamara megyei elnöke szerint egyre több a külföldi, főként ukrán vendégmunkás az ágazatban.
A néhány nap múlva esedékes fizetéskor egy magyar építőipari szakmunkás nagyjából másfélszer akkora fizetésre számíthat, mint 4 évvel korábban. Ennyivel többe is kerülnek az építkezések. Az árakat az alapanyagok drágulása is felfelé nyomta. A betontermékek közül több például 40%-kal kerül most többe, mint 3 éve, és hasonló a helyzet a fuvardíjakkal is. Hogyha csak a mi cégünket nézünk, ugye az elmúlt 3 évben több mint 50%-os béremelés történt, de szerintem az építőipari cégek nagy részénél ez 2 számjegyű volt az elmúlt években. Hiába a jelentős béremelések, a hazai építőipar még mindig súlyos munkaerőhiánnyal küzd. Az ágazat a legnagyobb csapást 2008-ban a gazdasági világválság idején kapta. Akkor nagyjából 20 ezer szakember hagyta el az országot és ment nyugatra dolgozni. Őket azóta sem sikerült hazacsábítani. Az iparkamara megyei elnöke szerint egy köműves Ausztriában még a mostani béreknél is legalább 3-4-szer többet tud keresni. Ráadásul a kereslet is nő, ezért idén újabb 10-15%-os drágulás jöhet. Évről évre nő az igény az építőiparra szemben. Hihetetlen magas négyzetméter árak alakultak ki, és még így sem győzik az építőipari cégek a teljesítést. Tehát ma még el sem készült épületek is egy az egyben elkelnek. A szakértő szerint a növekvő kereslet miatt egyre sürgetőbb lett a munkaerőhiány mielőbbi kezelése, amit leginkább a főváros környékén már csak külföldi, Kelet-Európából, például Ukrajnából érkező munkásokkal tudnak megoldani. Novellenőrzés Tolna megyében. Az adóhatóság munkatársai április 1-e és 5-e között járják végig a piacokat. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei Dombóvár, Paks, Szekszárd és Tamási, de a közzétett adatok nem zárják ki, hogy máshol is felbukkannak a revizorok. Az ENSZ 2007-ben jelölte ki április 2-át az autizmus világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét a betegségre. Az autizmus szociális és kognitív készségek minőségi zavara, amely egy életen áttartó fogyatékosságot eredményezhet. Ma Magyarországon minimum 100 000 autista él. Az autizmussal élők társadalmi elfogadottsága javul, bár az oktatási intézményrendszer a szakemberek véleménye szerint nincs felkészülve a másság kezelésére. A közoktatási intézmények, vagy a nappali ellátó intézmények valamilyen szinten irányítják a szülőket, hogy mondjuk 1-2 óra környékén vigyék el a gyermeket az intézményből. Ettől kezdve a családból egy fő nem tud igazán elhelyezkedni, dolgozni, mert sajnos az a tapasztalatunk, hogy Magyarországon nincs még meg az az igazán elfogadott munkakultúra, hogy 4 órás és 6 órás alkalmazásba is fogadjanak embereket. Vizdár Lőci Gizella, az Első Manók Egyesület elnöke értékelte az autizmussal élő családok nehézségeit egy korábbi anyagunkban. A betegséggel való együttélés a társadalom és benne az oktatási intézményrendszer számára is sok esetben megoldhatatlan feladatot jelent. Elsősorban egy szemléletváltás az nagyon-nagyon fontos, tehát a nyitottság és a befogadási készségnek a kialakulása ez a legeslegfontosabb, úgy érzem, hogy mindenki megértse azt, hogy ezt a problémát nem tudjuk elkerülni, ezzel mindannyiunknak együtt fontos élni, csak az nem mindegy, hogy milyen minőségben. Az autizmus világnapján ennek a minőségnek javítására hívják fel a figyelmet szerte a világon. Ellátás területén sajnos elég nehézkes itt a helyi lehetőség, országos szinten is különben eléggé hiányterület az autizmus specifikus ellátás, itt helyben is, de az Első Manók Egyesülettel azért törekszünk, és azért csináljuk ezeket a programokat, hogy létre tudjunk hozni egy autizmus specifikus ellátást itt helyben is, ami az érintett családok mindennapjaiban tud segítséget nyújtani. Kék sütik, kitűzők és transzparens. Banyhádon egy sétával fejezték ki támogatásukat az általános iskolások és a gimnazisták az autizmussal élőkért. Nem nagyon tudjuk ezt átélni, tehát mutattak nekünk egy videót, hogy milyenek az autista gyerekek, hogyan élnek, hogyan élik meg a körülöttük lévő emberek ezt az egészet, és hát azt kell, hogy mondjam, megérinti az embert. Az iskolában egyre több az autista gyerek, mondják a gyógypedagógusok. Ezek a gyerekek egy kicsit mások, máshogy kell hozzájuk viszonyulni. Ezek a gyerekek olyan dolgokat nem értenek, ami egy átlagember számára evidencia. Ahogy a filmben is elhangzott, azt, hogy valaki beszél hozzájuk, azt ő nem egészen érti. Nem tudja, hogy miért pont neki beszél.
A súlyosan érintettek egész életük során ápolásra szorulnak, míg a jó képességűek egyénileg változó támogatásra. A szakemberek szerint, ha kisgyerekkorban megfelelően szocializálunk a betegség elfogadására, akkor egy olyan játék jön létre, melyben mindkét fél győztes lehet. Ma Magyarországon közel 100 000 ember él autizmusban. Baleset történt kedd dél körül a 63-as főúton, Kajmátpuszta térségében. Egy motoros közlekedett a főúton Szekszárd felől Szedres irányába, amikor a vele szemben érkező autó sofőrje az elsőbségadást elmulasztva bekanyarodott elé. A balesetben a motoros súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszon félpályás lezárás volt érvényben. Szerdán reggel 6 órakor kezdődik a rendőrség Speed Marathon nevű 24 órás sebességmérő akciója, ami során országszerte várhatóak ellenőrzések. A kezdeményezés helyszíneire a rendőrség heteken át várta az állampolgári javaslatokat, amiket megvizsgálva a keddi napon közzé is tettek a megyei kapitányságok. Így a szerdai nap folyamán igencsak megéri óvatosan közlekedni Tolna megye útjain, hiszen ellenőrzések várhatóak többek között a 6-os, 56-os, 61-es és a 63-as főutakon, valamint a települések közül Szekszárdon, Pakson, Dombóváron és Tamásiban. A mérésekkel kapcsolatos további információk a rendőrség honlapján találhatók. Sírkövet, 20 éves teljes zacskót és nagy mennyiségű PET palack mellett beton, illetve üvegtörmeléket is találtak a paksi tavaszi nagy takarítás alkalmával. A szemétszedési akcióra megmozdult a lakosság, több mint 260 önkéntes tisztította meg a várost és környékét. Az összegyűjtött szemét közel 10 tonnát nyomott. Több mint 260 önkéntest regisztráltak, akik kesztyűt húztak a paksi tavaszi nagytakarítás alkalmával. A város polgármestere családjával együtt érkezett a szemétgyűjtésre. Nem volt még példa tudomásom szerint arra, hogy egy ilyen nagy tömeget mozgasson meg ez a mozgalom. A háztartási hulladékok szemetek zsákszámra gyűltek. Főként a városba bekötő utak mentén szedték a szemetet a szorgalmas önkéntesek csoportja. Gyapai úton Nagy Dorog felől, Kölest felől, itt a lakótelepről a kerékpárút mellett szedték, az energiaház mögött a kiserdőbe is volt jelentős mennyiségben régebbi szemét is, ami annyira nem látszott, most a zavar alul sikerült előszedni. A mezőőri szolgálat vezetője ma elmondta, közel 10 tonnányit nyomott az összegyűjtött szemét. Jelentős mennyiségű eldobott hulladék volt a régi szeméttelep környékén és az ipari park mentén a 6-os útnál. Az ürge mezőről egy konténernyi illegális beton és üvegtörmelék lerakatot számoltak fel. A Dunaparton műanyag kerti székeket találtak, és rengeteg eldobott PET palack került a zsákokba. Nagy tömeget sikerült megmozgatni Cseresznyésben, Csámpán, Gyapán és Dunakömlődön is gyűjtött szemetet az önkéntesek egy csoportja. Szebbé tették a helyiek faddomborit. A lakosok növényeket és virágokat ültettek az utcák kereszteződések elé, ezzel is jelképezve az összefogást és az üdülő környezet megújulását, szépülését. Közösen ültetik a bokrokat Dombori főutcája alatti részére a lakosok. Minden utca végére jutott egy örökzöld vagy virágzó bokor. A növények telepítése csak az egyik lépés az üdülőtelep fellendítése érdekében. Korábban a part tisztítása és rendben tartása érdekében végzett munkát közösen a Domboriért Egyesület és az önkormányzat. Takács Anikóval, az Egyesület alelnökével közösen, illetve még néhány domborisnak a segítségével ősszel már szerveztünk egy faültetési akciót. Most tavaszra terveztük Dombori virágosításának az elkezdését. Ez most konkrétan annyit jelent, hogy 38 darab olyan bokrot ültetünk ma, ami tavaszonként, illetve nyáron virágozni fog. Kicsit Dombori hangulatát akarjuk ezzel javítani. Domboriban szeretnének egy kutyástrandot kialakítani a fürdőhely fejlesztése mellett. Ez Tolna megyében egyedülálló lenne, a helyiek azt mondják, számukra nagyon fontos, hogy a kutyák egy elkülönített részen zavartalanul fürdőzhessenek nyáron. Dombori környezetének védelme és szépítése a lakosok számára fontos, ezért választották most a virágosítást. Azt gondolom, hogy Domborinak egy igazán szép utcájában vagyunk jelenleg is, és ennek az utcának a jobb oldali területe egy kicsit olyan magányosnak tűnik. Azt szeretnénk, hogy ahogy az ember végighalad, sétálva, autóval, gyerekekkel azt lássa, hogy virágzó bokrokat, illatokat, színekkel találkozzanak.
A helyiek célja Dombori turizmusának a fellendítése. Ennek érdekében támogatnak a családi nyaralásokat, újra népszerűvé tennék a kerékpáros turizmust és a horgászatot. Az örökzöldek elültetésével, a strand modernizálásával elinduló program Domboriban a lakosság összefogását eredményezte. 7020 színes tojás lengedez Dunaföldvár központjában egy nagyhársfa ágain. A 30 éves településen úgy készülnek a húsvétra, hogy a város irányító számával megegyező számú színes tojással díszítették fel a tojásfát. Horváth Zsolt polgármester tette fel a Dunaföldvár központjában feldíszített hársfára a 7020. színes tojást. A település irányító száma ez a bűvös szám, mellyel a várossá avatás 30. évfordulója előtt tisztelegnek. Ennek a tojásfának az elsődleges üzenete az maga az a közösségépítés, amit Dunaföldváron mi folytatunk. Mindig azt szoktam mondani, hogy a civil szervezetek tulajdonképpen a motorjai ennek a városnak. Ezúttal is összefogott a város, és apraja nagyja jött és díszített egész nap. Volt ki emelődarúval, létrával érkezett. A 30 éves településen így várják a húsvétot. Dunaföldvárra az utóbbi időben többször is figyelt az ország. 15 évvel ezelőtt az unió csatlakozáskor 70.000 húszadag földvári húsgombóc levest tálaltak fel Cipóban. 2016-ban a palacsintasütés rekordját tűzték zászlajukra. A kezdeményező Horváth Irén kifogyhatatlan az ötletekből. A tavalyi első próbálkozáskor 1664 darab hímes tojással díszítették a hársfát, melyek most a kistesóra kerültek. A városközpontban május közepéig csodálhatják meg az érdeklődők a tojásfát. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Elindult a balatoni viharjelzés. 1 milliárd forint a biztonságra. Vezetéstechnikai hiba okozhatta a balesetet, megszüntetik az eljárást. Kémfilmekbe illő jelenet az autópályán. Lehajtható rendszámmal igyekezett elkerülni az útdíj fizetést egy kamionos. Egy milliárd forintból a Balaton biztonságát célzó fejlesztéseket valósít meg idén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Uniós forrásból 8 új viharjelző berendezés létesül, ebből már 3 a tó közepén rendszerbe is állt. Idén újdonságként Keszthelynél, Siófoknál és Szigligetnél működik már egy-egy ilyen tóközepi viharjelző. Emellett 5 új fix viharjelző berendezés létesül a Balaton körül még, ezekkel együtt összesen 39 viharjelző állomás, valamint plusz 15 mobil a strandokon elhelyezett viharjelző lámpa tájékoztatja a vízen tartózkodókat. Immár hagyományosan április 1-én elindult a viharjelzési szezon hazánk nagy tavain, így a Balatonnál is. 40 km per órás szélsebességnél, amikor nagyobb területen ugye ezt a szélsebességet várjuk, akkor rendeljük el az első fokú viharjelzést, és 60 km per óránál rendeljük el a második fokú viharjelzést. Ez ugye az a lámpák villogási gyorsaságában különbözik ez a két viharjelzés, míg 1 perc alatt 45-öt az első foknál, a másik másodfoknál 1 perc alatt 90-et villognak a lámpák, és természetesen a cél az, hogy első fokú viharjelzésnél egy biztonságosabb sávban tartózkodjunk a vízen, a partmenti szakaszban tartózkodjunk, és hát másodfoknál természetesen a fürdőzőknek és a csónakoknak, tehát a kisebb vízi járműveknek el kell hagyniuk a vízfelszínt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Balaton biztonságát célzó fejlesztéseket valósít meg ez év végéig uniós forrásból. Ennek része a viharjelzés bővítése, új eszközök beszerzése és a régi berendezések modernizálása. Projekt keretében 1 milliárd forint felhasználásával fejlesztjük a balatoni viharjelző rendszert és a Balaton térségének beavatkozó képességét. Ez egy katasztrófavédelmi eszközfejlesztés, melyel az érintett megyei igazgatóságok fejlődnek, kapnak új eszközöket, illetve 2 önkormányzati tűzoltóság is kap egy-egy felújított gépjárműfecskendőt. Balatonbogláron és Balatonfüreden állnak majd szolgálatba az új járművek, amelyeket hétfőn be is mutattak. A
A projekt részeként 3 kétéltű mocsárjáróval is bővül a Somogyi, a Zalai és a Veszprémi Katasztrófavédelmi Igazgatóság eszközparkja, hogy baj esetén az egységek extrém, kritikus helyszíneken is képesek legyenek a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban beavatkozni. Hivatalosan is megszüntetik a 2018. május 31-i Pogányi légibaleset ügyében kezdeményezett eljárást, írja közleményében a Magnus Aircraft Zrt. A pécsi rendőrkapitányság határozata szerint a rendelkezésre álló repülési adatok vizsgálata, elemzése alapján a légijármű lezuhanása egy túldöntött jobb fordulatban történő átesés következménye. Ezen manőver bekövetkezéséhez vezetéstechnikai hiba vezetett. Motorleállás, műszaki vagy szerkezeti meghibásodás nem volt. Nem megfelelő súlyponthelyzetre, túrterhelésre utaló adat nem merült fel. A kormányszervek működésével kapcsolatos rendellenesség nem volt megállapítható. A vészhelyzet kialakulásában szerepet játszhatott a parancsnok pilóta megkésett reakciója, és a repülőgép nem elegendő repülési magassága is. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal baranyai munkatársai az M60-as úton egy kamiont állítottak meg, amelynek egy rendszám eltüntető szerkezet biztosította az útdíjmentességet. A pénzügyőrök egy szemben haladó kamion útdíj fizetését ellenőrizték, amikor kiderült, hogy a jármű rendszám nélkül haladt át az útdíj kapu alatt. A NAV munkatársai megfordultak és megállították a kamiont. A sofőr megmutatta, hogy a vezetőfülkében egy gomb segítségével a rendszám vízszintesen lehajtható, majd vissza az eredeti állapotba, így biztosítva a beazonosíthatatlanságot és az útdíjmentességet. A pénzügyőrök az egyedi azonosítójel megváltoztatása miatt feljelentést tettek a rendőrségen. A piros orbóhoz doktorok immár 15 éve heti rendszerességgel látogatják a Pécsi Tudományegyetem gyermekgyógyászati klinikáját, hogy nevetést és humort vigyenek a kórházban fekvő gyerekeknek. A bohóz doktorok tevékenysége nagyon fontos, hiszen a testi panaszok gyógyítása önmagában nem elég, hangzott el a jubileum alkalmából megrendezett sajtótájékoztatón. A szórakoztató műsor megnyugtatja és felvidítja a lábadozó vagy a műtét előtt álló kis betegeket. Emellett nagy mértékben csökkenti a gyerekek szorongását is, a bohóz doktorok különböző művészetterápiás elemekkel dolgoznak. A gyerekek megközelítésében nagyon fontos szerepe van a zenének, a verseknek, a mozgásnak, és kiemelkedő az, ahogyan interakcióba tudják hozni ezeket a gyerekeket, még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy nagyon komoly pszichés problémák vannak ezeknél a gyerekeknél. Tehát egy varázslat következik be ezeken az osztályokon sokszor. Több tízezer szál virág, élőzene és festészet várta a hétvégén a Ripőrónai villához látogatókat Kaposváron. 6. alkalommal szervezték meg a Narcisz ünnepet, amellyel a híres festőre, Ripőrónai Józsefre emlékeznek évről évre. Autentikus népzenével fogadták a vendégeket a Ripőrónai villánál szombaton. A 6. Narcisz ünnepre több ezeren látogattak el idén is. A legtöbben a nyíló virágok miatt érkeztek a Rómahegyre. Szeretem a virágokat, narciszok meg a kedvenceim. A szervezők minden korosztályra gondoltak. A gyerekeket számos népi fajáték várta, a kicsik szívesen próbálták ki a célbadobást, vagy éppen a horgászatot. Itt majdnem mindent. Volt a marcfestésem, csillamtetkón, ettünk palacsintát, nagyjából ennyi. A Narcisz ünnep programjaihoz több civil szervezet is csatlakozott, akik kórussal és zenekarral szórakoztatták a közönséget. Az Icsi Mihály Iparművészeti Szakgimnázium tanárai és diákjai pedig portrékat is készítettek. Nagyon tetszik a hangulat is, meg ihlet, meg igazából a sok ember is. Az egész napos programot kórhű ruhába öltözött fiatalok kísérték végig, a művészet kedvelők pedig tárlatvezetésen is részt vehettek a Ripőrónai villában. Ripőrónai Ödön volt, aki összegyűjtötte azokat a műtárgyakat,
nem csak Riprónai József alkotásait, hanem olyan külföldi, híres, nemes művészek darabjait is, ami a mai nap a képzőművészeti gyűjteményünk legszebb, legékesebb darabjai. A szervezők célja, hogy Riprónai József munkásságát és életét közelebbről is megismertessék. Visszaidézzük azt az időszakot, amikor Riprónai itt élt, és ugyanezen a területen nagyon-nagyon sok nárcisz virágzott. Ő nagyon szerette a sárgát, tehát a sárga szín neki nagyon fontos volt, ezért is sárga maga a villa épülete. Úgyhogy az iparművészeti munkásságát szeretnénk visszahozni. Számos közterületi szobor is őrzi a híres művész emlékét a Somogyi megye székhelyen. Csacsi fogaton ülő a Sétáló utcán, az Adendre utcán, Adival sétáló, kutyával parolázó Riprónai, és még sokat mond. Ez a kultusz nem most indult, ez elkezdődött, hiszen európai hírű festőnkről van szó, akire méltán lehetünk büszkék, és amit csak lehet, a Riprónai nevéhez is kötjük. A nárcisz ünnep után május végén a Riprónai Fesztivál várja majd az érdeklődőket és a művészet szerelmeseit Kaposváron. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Szándékos gyújtogatás. Vizsgálják a hatóságok, mi okozta a paksi halálos lakástüzet. Újabb drágulás az építőiparban. Akár 15%-kal is többe kerülhet egy építkezés, mint tavaly. Autizmus világnapja. Szakemberek szerint nincs felkészülve az oktatási rendszer a másság kezelésére. Egy jó ügyért megmozdult Paks. Közel 10 tonnányi szemetet gyűjtöttek. Szerdán szeles, meleg, de felhős idő várható. Este eső, zápor is kialakulhat. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Viszontlátásra!